Torockó ősi bányavároska felett tornyosul Székelykő hatalmas tömbje. Hajdan híres vasbányászata már régen megszűnt. Manapság szépséges népviseletükért jönnek ide a látogatók. Templomát valamikor sokan látogatták, ma a megnézése is problémás. A régi bánya lejárója. A helyi lakosok szobakiadással egészítik ki jövedelmüket. Az Árpádok korában ide telepített német telepesek házai őrzik anyaországuk házainak formáját. Ma inkább itt imádkoznak, mint a nagy templomban. A helyi néprajzi múzeum sajnos zárva van a Szentgyörgy napi ünnep miatt, ezért csak fotókon tudom megmutatni a helyi híres viseletet. A rezes banda is az ünneplés részeként vonul a szomszéd faluba. Erdőszentgyörgyön áll a rédeiek egykori kastélya, mely manapság iskola központként hasznosul, de legalább így nem vált rommá, mint sok más magyar kastély. A rédei kastéllyal szemben van a gótikus református templom.
A templom oldalán lévő freskó maradványt féltve óvják UV-sugárzástól, esőtől. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, mert jó az Úr, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. A tiszteletes asszony készségesen mutatja és magyarázza templomuk nevezetességeit. Rédei címer és a Veselényi címer. Az emléktábla is bizonyítja, hogy itt született Rédei Klaudina grófné, aki Méri angol királynénak, 5. György feleségének a nagyanyja. A szépséges grófnő históriáján elgondolkozva indulunk tovább Böszödújfaluba. A Ceausescu-i idők kegyetlenségeit őrzi Böszödújfalu. A Kárpátok géniusza elrendelte, hogy ezt az összetartó települést árasszák el, és helyén legyen egy mesterséges tó. Ennek érdekében 100 ház lakóit költöztették ki erőszakkal, és ezek a házak e tó fenekén nyugszanak. A templomot se kímélték, csak a tornya áll ki örök mementóként. A falu lakói évszázadokon keresztül éltek itt békességben, pedig több vallási felekezethez tartoztak. Voltak közöttük katolikusok, unitáriusok, görögkatolikusok és székely szombatosok. Hirdeti e tábla, legyen ez a hely a vallásbéke helye és szimbóluma. A templom imaterméből ennyi maradt, és ez is csak azért látszik, mert a templomokat általában magaslatokra építik. A templom tornya, egy pár lépcső és romos falak jelzik, hogy alattuk valamikor egy falu élt. És még valamit tanúskodik a falu létéről, a templom feletti domboldalon a temető. A sírkövek néma tanúi még most is, hogy itt magyarok éltek.
Ez nem tetszett a soviniszta román hatalomnak. Magfalva nevezetes történelmi személye Dózsa György, aki itt született és innen indította el parasztfelkelését, melynek leverése után a parasztvezért tüzes trónon elevenen megégették. Szováta híres fürdőhely a mezőhavas alján 520 méter magasságban. Az üdülőket és gyógyulni vágyókat szép villaépületekben tudják elhelyezni. Ez a Petőfi szobor nem a legsikerültebb alkotás a költőről. A szovátai fürdőnek 5 sós tava van. A legnagyobb az itt látható medvetó. A tavak sótartalma annyira tömény, hogy valósággal lebeg vizében a fürdőző. A gyógyvíz reumatikus és női betegségeket gyógyít elsősorban, de ivókúrára is használják. A fürdőházban a tavak iszapját is használják iszappakolásra. A gyógyfürdőt a 16. században már említik az oklevelek. A mogyorósi, a fekete, a veres és zöld tavakban nem lehet fürdeni. Ezen a vidéken már a rómaiak is bányáztak sót. A só természetes állapotában közvetlenül a felszín alatt van, de néhol a felszínen is látható.
Különlegesség az itt mászkáló sóbogarak látványa. Parajd nagy sóbányájáról híres és sósfürdőjéről is nevezetes település. A községet kettészelő patakocska partján van a sófeldolgozó üzem. Az idő kereken lassan forog Parajdon. A gyógyfürdőt és a strandot még csak készítgetik a nagy nyári forgalomra. Az asztmás és allergiás betegeket ezzel a Németországban kimustrált busszal szállítják le kúrára a sóbányába. Szívszorító látvány, hogy mennyi kisgyerek szorul klímaterápiás kezelésre. A Parajdi sómedence a sóvidék legnagyobb kincsét őrzi. A kősó telep vastagsága 3 kilométer mélységig is lenyúlik. Míg a lenti titánok termében nézelődik a szem, mesélnék a múltbeli történésekről. A székelyföldi ősi vagyonközösség és jogi egyenlőség nagymértékben meghatározta a székelyek sóbányászatát és kereskedelmét. A legelső hiteles írásos utalás a parajdi sóbányászatára 1405-ből való, amikor luxemburgi Zsigmond király megtiltotta, hogy a földesurak saját birtokukon sóbányát nyissanak. Második Endre magyar király törvénybe foglalta, hogy a székelyek és szászok évente 3-szor vihettek maguknak sót a bányából. 1463-ban Mátyás király megerősítette a székelyek szabad sóbányászatát és kereskedési jogát. Az 1562-es székelyföldi felkelések leverése után II. János Zsigmond a királyi kamara javára lefoglalta a parajdi sóbányát. Báthori Zsigmondtól kezdve Báthori Gábor, Bocskai István, első Rákóczi György, Apafi Mihály, második Rákóczi Ferencig bezárólag mindegyikük választási feltételei között ott szerepelt a székelyek szabad sóbányászatának biztosítása. A Rákóczi szabadságharc leverését követően 1714-től a sóbányászat a Habsburg ház kezébe került. Mária Terézia rendeletben engedélyezte, hogy a székelyek csupán 2000 mázsa sót kapjanak ingyen.
A látogatási szint egyik félreeső termében alakították ki 1993-ban a nepomuki Szent János ökumenikus kápolnát az ide betérőknek, betegeknek, ezzel mint egy lelki támaszt nyújtva és a testi gyógyulást is segítve. A klímatérben alaposan megtornáztatják a betegeket, hogy fokozzák a légzésüket. 1, 2, 3, 4. A kápolna melletti tárlókban láthatók régi fotók, oklevelek és bányászati eszközök. A parajdi sótelep Európa egyik legnagyobb sótartalékát képezi, több száz évig kibányászható sóját rejti magában. Erdély gazdagságának szinte feneketlen kincses ládája ez a hely. Mielőtt elhagynánk Parajdot, úgy illik, hogy keressük fel Áprili Lajos szülőházát. Sajnos az eredeti ház az enyészeté lett. Helyi, buzgó lokálpatriótáknak köszönhetően most ez az új faház nyújt kiállítási lehetőséget a költő emlékének. A házba bejutni nem tudtunk, így a kertbéli emlékkő látványával kell beérnünk. Ugye vétek lett volna ezt a gyönyörű székelykaput nem filmre venni. Bezzeg, a román templom javítására mindig van állami pénz. Parajd modern iskolájával szemben áll a katolikusok új temploma. A templom belső kialakítása és szobordíszei szerencsés kölcsönhatásban egészítik ki egymást.
a régi időket és a jelent is idézi a parajdiak imazászlója, mely ki tudja, hány fészek alját vezetett már Csíksomlyóra. Korond község fekete és hímes fazekasságáról híres. Manapság persze már mindenféle és értékű népművészeti alkotást kínálnak megvételre. Koronnak úgy gondolom újabb keletű nevezetessége is van, amiért a magyarok a fazekas szépségektől függetlenül is ide fognak zarándokolni. Nemrég készült el ez a mementó, mely minden igaz magyarnak szól, hogy Trianont ne feledjük soha. Azt az igaztalanságot, hogy a 10 milliós anyaországon kívül mennyi magyar testvérünket szakították el tőlünk fizikailag és területileg is. A nem mindennapi emlékmű felsorakoztatja szellemi életünk nagyjait, nevüket róvásírással is feltüntetve. Sütő András, Kölcsey Ferenc, Benedek Elek, Petőfi Sándor, Apácai Csere János, Rassai Sámuel, Pázmány Péter, Károli Gáspár, Mikszát Kálmán, Jókai Mór, Móricz Zsigmond, Balassi Bálint, Tamási Áron, Dzsida Jenő, József Attila, Adi Endre, Kosztolányi Dezső, Kriza János. Vajon a mai ifjúság mit tud ezen híres magyarjainkról? Farkaslakán illő tisztelettel meg kell állni, no nem az itteni árusok, hanem a székely kapu mögött álló Tamási Áron síremléke miatt. Tamási Áron itt született 1897-ben, és végakarata szerint a neves írót itt is temették el 1966-ban. E síremléket egyetlen kvarcit tömbből Szervácius Jenő faragta ki 1972-ben. Sírkövén az író sorai állnak. Törzsében székely volt, fia Hunniának, hűséges szolgája bomlott századának.
Az író sírja mellett van a falu sírkertje és temploma. A templomból ezen a székely kapun át lehet a temetőbe jutni. A templom mögött elterülő falucskában megkerestük Tamási Áron szülőházát, ahol igen kedvesen fogadott a múzeumnak berendezett házban Tamási Erzsébet, unokahúg, a ház jelenlegi gondnoka. Kemence volt bent, azt elbontották, kint összerakódott, a sütőhelyiségben befalozták. Például városon úgy van, hogy zárt óra, most nyitás, már múltkor jött fel egy ilyen mikróbusz, és én jöttem fel azon. És már megfordultak, hogy elmenjen. És mondom, tessenek viszont, én hozom a kulcsot. És azt mondják, hát náluk ezt nem tennék meg. Hatom meghalt a kicsikorúban, sötön nőttek nagyra. Édesanyám Erzsébet volt a 11. gyerek, akkor már Áron bácsi 14 éves volt, udvar egy gimnáziumba járt. Abban a Bösőben ringatta az édesanyjuk a 11 gyereket. A hat meghalt pici korában, sötön fejlődtek nagyra. Az az ágy volt Áron bácsinak a saját ágya, mikor ő ment a gimnáziumban, ezt akkor csináltották, ezt kapcsol, szét lehet szedni, összerakni, szekére és hozták, akkor nem volt kocsi. Ott van egy tulipános láda, ez a családé volt, az azt ábrázolja, hogy ezelőtt a lányt, mikor vitték férhez, a stafét belerakták, és a falu között meghordozták. Ott van egy dísz a sarokban, annak sarokteka neve, abban iratokat tartottak, még pálinkát is egyszer-egyszer, amikor volt a háznál. Ez a ház 1821-ben volt építve. Még Áron bácsiknak a nagyszülők építették, és még eredeti, fent a tető a zsindei volt javítási talólapadás, ezek a gerendák még mind a régiek, amivel építve volt. Az oldala is fából van, sárra be van tapasztva, sár van beszélve. Ez volt az édesanyjuk, ez volt a Kánonok bátyjuk, aki segítette a tanításba Áron bácsi Gyulafehérváron, ez az apjuknak az apjával volt édes testvér, alól fiúval ment volt be egyszerre Székelyudvarhelyig a gimnáziumban, ma akkor itt a faluban 6 osztály volt. Itt mikor végezett, bement a gimnáziumban, az a nagybátyja hitta Amerikában, az az édesanyjával volt édes testvér, az a férfi. Az legényű lement, ott megnősült Amerikába, s ott élt, s ő hitta ki, nem volt gyerekük, hogy menjen ki, de ott Áron bácsi nem szerette. Ő hazavágyott. Igen. Mikor két hatá volt Kolozsváron, itt volt az a Salgó Maglóra nevezetű nő, az elsőtől elvállott, Csabal összeházasodott, ahol ment volt ki végképpen Magyarországra 44-ben. Azután kint élt, járt haza, amikor lehetett, de volt a nőszak, amikor nem tudott jönni. Igen. Hát például, amikor elment 44-ben, ment ki végképpen, aztán ebben a feleségével ment volt ki végképpen Magyarországra 44-ben, 11 évig nem tudott hazajárni. Akkor az édesanyja nagybeteg lett, és meg is halt, de aztán halálokkor itthon volt, úgyhogy akkor hazajött, ahogy itthon volt akkor, igen. Temetésre hazajött. Azelőtt még élt, akkor már haza volt jövő, igen, igen. És aztán künt még van a két feleség, már ettől is künt elvált, mert ez zsidó leján volt, és ettől is elvált kint, igen. És aztán ott kint meg lehet látni aztán a más két feleségének is a képét. Ezt ott most hozták Magyarországról ezt a képeket. Már idáig nem ilyen volt. Nem? Nem, egyáltalán úgy, hogy ezek a képek és ezek a kéziratok nem voltak itt, csak most hozták Magyarországról, és most vannak ezek kitéve. Kiállítva. Jöttek 4-en a tavaly, május 26-a előtt, két hétig vele dolgoztak, úgyhogy
Ők csinálták, ők csinálták a kiállítást. Igen, Tamási kuratórum csináltatta magyarországi. Gyereke neki nem volt? Nem volt, ugye? Sajnos, nem lett gyereke, egy tőse, egy feleségítőse. Ő mikor 9 éves gyerek volt, akkor ide bement a szomszédban egy karácsony estején. Ott az asztalon a pisztoly be volt töltve, és azt addig babrálta, amíg a pisztoly elszólt. Már a gazdának fegyvertartási engedélye volt. Sem volt senki benne a szobába, és addig babrálta, amíg elszólt. Balkezén előtte a hüvelykujját. Másnap bevitték Székely udvarhelyék a kórházba. 9 hétig volt bent, de csak úgy tudták kikezdeni, hogy kivették a hüvelykujját. Gyulafehérváron az akármilyen bátyjuk, amikor megtudta, az azt írta, hogy tovább kell adni iskolába, hogy halám lesz-e valami belőle. Már a mezőgazdaságban nem tud dolgozni. Akkor itt a faluban 6 osztály volt, itt mikor végezett, bement, de kellett vinni ágyat, ágynemű, csinálni, mert tűzifát, mert bent lakás volt. Csak karácsonyra engedték haza. Ahol a fiú ment volt be egyszerre udvarhelyi iskolába, azt a fiút karácsonkor hazaengedték, de Áron bácsit nem, ott is nagyon rossz volt Áron bácsi az iskolába. De aztán az első év, és a büntetés minden lejárt, azután aztán olyan diák lett, hogy adtak neki még kisebb diákok, hogy sócolva felelős, mikor már a második évben ment a harmadikba. A sors szeszélye szerint Székely Ágon én is magyarnak születtem. Harmadik gyermekül olyan családban, amely kevés földön, sok küzdelemmel gazdálkodott. Apámtól a sűrű kedélyt, a világjavító indulatot és a formaérzéket örököltem. Kedves anyámtól a humort, a lélek és a szív költői libbenéseit. Az ősöktől pedig, akik örködtek a szabadság jussa fölött, a virrasztók szimatát. Ez volt a temetés, a farkasléti temetővel fel volt rovatalozva, a papa búcsúbeszédet megtartotta, a vonattal hozták udvarhely, onnan hozta a kocsi, bevitték a templomba, és innen a templomba temetődött el. Ő meghalt május 26-án Magyarországon, sátrahagyta, ő kérdezte értébe, hogy őt hova temessék, sátrahagyta, hogy akkor, ha nem sikerül, hogy hazahozzák, úgyis egy év múlva is hozzák haza, de aztán az írószövetség elrendezte, hogy akkor hazahozódott. Nagyon jó ez a kis bot. Igen, abba volt a Áron bácsinak a sétapácája. Ő abba járt minden fel, amikor hazajött. Igen, nagyon igen. Nagyon jó, láttad, Csaba? Sétapálca. Az volt a sétapálcája. Faragott fej van. Igen, rajta. Igen. Több is rózsából, fából van kifaragva. Igen. Ez volt Erzsébet, az én édesanyám, ki most 2 éve lesz június 30-án, hogy meghalt. Ezt az oklevelet ő kapta Kolozsvárról. Ez volt az öccse Gáspár bácsi. Ő 7 éve fiatalabb volt, mint Áron bácsi. Ő is írt egy könyvet, a Baddönő gyöngyvirág volt a címe. Kapott rá 10 000 díjat, Marosvásárhelyt vett át a Tükörpalotában. Sütő András úr adta át neki a díjat. Hát már 72 esztendős leszek június 12-én, ha megérjem. De annyit nem érek, mint édesanyám. A falucska kedves kis patakját nézve, figyelmünket bohó kiskutyák játéka vonja magára. Szejkefürdő gyógyvizét mozgásszervi betegségek ellen javalják, de az ide látogatók többsége nem ezért, hanem Orbán Balázs sírjáért és a hozzávezető Székely kapuk soráért jön el.
Szíves vendéglátó-e kapu gazdája, de a rossz embert furkosbottal várja. Minden egyes kapunak építőjét és védnökeit nevesítve táblák is megörökítették. Orbán Balázs itt élt és híres monográfiáját, a Székelyföld leírása című hatkötetes művét itt írta meg. Sírját ez a kettős kopjafa jelzi. 1890-ben, bár Budapesten halt meg, végső akaratának megfelelően itt helyezték örök nyugalomra. Orbán Balázs kúriáját Székely lengyel falván találjuk meg. A kúria elég elhanyagolt állapotban van. A helybeli tanítónő mutatja meg a házban lévő emlékkiállítást. Az épület többi részét iskolaként üzemeltetik. Az Orbán család címere. Az író és utazó nemesi díszruhában. Orbán Balázs, beutazva az akkori török birodalmat, élményeit a székelyföldi bejáráshoz hasonló alapossággal szintén megírta. Utazását támogató képviselőházi tagok. Orbán Balázs országgyűlési képviselő korában. Benedek Elek gúnyrajza. Szejkefürdő Székelyudvarhely közelében, fametszeten. Orbán Balázs háza Szejkefürdőn. Székely kapujának teteje. Akadémiai levelezőtárs. Orbán Balázs. Gyász jelentése. A Báró Orbán család családi sírboltja. Búcsúzunk, és indulunk tovább Székelyudvarhely felé. Ismerkedésünket a várossal a főtéren álló és 1895-ben épített városházával kezdjük. Székelyudvarhely megyei jogú város, a Hargitán inneni székelység központja. Hajdanán a székely székek anyaszéke, mert itt volt a főkapitány rezidenciája. A főtér keleti végén áll a református templom, melyet 1781-ben barokk stílusban építettek. A főtér díszkutya és szobrai. A főtér északi részén áll az 1721 és 1779 között épített ferencrendi barokk templom. Az itteni ferencrendi Nyújtódi András szerzetes nevéhez fűződik a székelyudvarhelyi kódex 1528-ból származó nyelvemlékünk. Márton Áron püspök a Securitate egyik sokat sanyargatott egyházfőjének emlékét szeretettel őrzik a helybeliek.
Benedek Elek szobra és névadója a mögötte lévő általános iskolának. A görögkeleti templom. A Tamási Áron római katolikus gimnázium 1593 óta működik a városban. A nagymúltú intézményben sok későbbi kiválóság kezdte meg tanulmányait. Ez az iskola harang de sok szünetet kongatott mostanáig. A gimnáziummal szemben áll a névadó szobra, sok iskolai ünnepség színhelye. A Szent Mihály hegyen áll a katolikus templom, melynek elődjét a reformátusokkal közösen használták a hívek. A kereszt szeretete nélkül nincs üdvösség, de hit sincs, figyelmezteti e tábla az erre járókat. Orbán Balázs szobra persze, hogy nem hiányozhat a város köztéri szobrai közül. A városban szemmel láthatóan lüktet az élet, szépen fejlődik sok más szomorú sorsú társával szemben. Nemrég készült el ez az érdekes szoborpanteon. Kós Károly, Betlen István, Veselényi Miklós, Betlen Gábor, Fráter György, Szent László, Csaba Királyfi, Hunyadi János, Bátori István, Rákóczi Ferenc, Bem apó. Nyírő József, Vándor Székely hazatalál szerzője. Az úti könyv Iszap Vulkánt, Mofettát említ a helyen, de ilyen itt nincs. Farcád igazán Isten háta mögötti helynek számít, és lőn csoda. Csupa kellemes meglepetéssel szolgált, mint ez az új kerítéses kapus tér. Szent István szobra mellett ez a kopjafás emlékmű igazán figyelemre méltó. Nagyon ronda vagyok, ne tessék le! Nem kell. Miklós, hogy hívnak? Köszönjük. Miklós? Köszönjük. Hová való van? Fa. Pacsádba. És hány számon laksz? Tizen? Tizen. Ha. Tizenhárom. Na most énekeljél. Magyar, mindjárt ebédelünk, és most tudok énekeljél. Fogd ezt a kezedet, és énekeljél. Jövel. Jövel, Jézus névendik, amit a talán vendik.
Adjad. Olyan hódjót eszik, a te neved is szép. Köszönöm.